15 fővel határozatképesen kezdte meg ülését az EGRI közgyűlés csütörtökön, noha ezt követően nem várt vitákat generált néhány forrás átcsoportosítással, működési célú támogatással kapcsolatos napirendi pont. Az előre meghatározott passzusok tárgyalását megelőzően sürgősségi indítványokkal éltek a képviselők, majd napirend előtti felszólalásokkal folytatódott az ülés. Sós Tamás, a Mátyás király és Vörös Marti utak felújítására vonatkozóan kérte a városvezetést, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a kormány támogassa ezt a célt. A napirendek sorában legelőre vették a 21-est, amely a közétkeztetésre szánt 46 millió forint elfogadásáról szólt. Oroján Sándor azt sérelmezte, hogy miért nem történik semmi a 2019 óta minden évben benyújtott apróbb fejlesztési igények terén. Kovács Csé Tamás szintén azt kérte, hogy váljon lehetővé, hogy a képviselői keret terhére végeztethessenek kisebb mértékű javításokat a körzetekben. Ekkor Mincér Gábor alpolgármester a Fidesz frakció vezetőihez intézett kérdést, miszerint hol van az a 2-3 milliárd forintos felhasználható pénz, melyet 1-2 éve vizionált. Végül visszatértek a tárgyhoz a döntéshozók és megszavazták a közétkeztetésre szánt pénzt. Noha, mint azt a polgármester elmondta, az áremelkedések miatt 60 millió forintra lenne szükség. Sürgősségi indítványként lett benyújtva a sport célú támogatásokra vonatkozó előterjesztés, amely az Eger Eszterházi Szabadidő és Sport Egyesület, vagyis az SBS Eger kézilabda és az Egerese labdarúgó csapatát érintette. Kiderült, a tavalyi 825 millió forintos pandémia miatt kapott állami kompenzációból nem folyósíthattak támogatást a KFT formában működő Eger labdarúgó sport KFT számára. Ezt pótolandó most kívánják megszavaztatni a 2021-ben elmaradt összeget, míg a kézilabdaklub számára létfontosságúvá vált egy 30 millió forintos injekció az egyesület fennmaradása érdekében. Utóbbihoz ráadásul a Gárdonyi Géza Színháztól átcsoportosítandó 20 millió forintot, plusz a 144 milliós éves teljes sportcélú támogatásból 10 millió forintot kívántak felhasználni az előterjesztés szerint. Mirkóczki Zita kérte, hogy külön szavazzanak a pénzek odaítéléséről. Ezt követően némi ellentét támadt a képviselők között, akik egy ideig nem értették, hogy mi az a tavalyi 53 milliós focitól elmaradt pénz, és nem akarták elvenni a színháztól februárban megszavazott plusz 20 millió forintot sem. Ezt végül Kovács Csé Tamás, mint gyakorló sportvezető magyarázta el saját frakciótársainak is hozzátéve, neki elhihetik, ha egy csapat teljes fővel felvonul egy városi közgyűlésen, ott valóban baj van. Keresztes Zoltán a kézilabdásokhoz intézett kérdést, hogy miért is van szükségük a 30 millió forintra. Szabó Péter szakmai igazgató elmondta, a Magyar Kézilabda Szövetség új licenc szabályzatot dolgozott ki, miszerint a felnőtt csapatnak el kell különülni az utánpótlástól. A pandémia miatt a szponzorok rossz helyzetben vannak, és így önerőből nem tudják finanszírozni a klubot. Mirkóczki Zita ennek ellenére sérelmezte, hogy a színháztól vonnának el 20 milliót, és a sport lenne fordítva, ahogy Oroján Sándor is sokalta a kézilabdára szánt gyors segélyt. Farkas Attila alpolgármester szerint februárban be lett állítva a színházra szánt összeg úgy, hogy a teátrum működőképes legyen. Az összefogott képviselők mégis megszavaztak még oda plusz 20 millió forintot. Mirkóczki Zita sérelmezte, hogy nem is a gyerekekre fordítanák a pénzt a kézilabdásoknál. Szabó Péter kért szót erre válaszul, amikor elmondta, az egész egyesületet kellene megmenteni, nem csak a felnőtt csapatot. Mincér Gábor alpolgármester Mirkóczki Zitához intézte mondandóját, miszerint nyugodt szívvel hagynak a színháznál 20 milliót, ha kifejtik, hogy mire használnák fel. Pócs Alfréd saját bevallása szerint a vita során megváltoztatta véleményét, és szerinte is fontos orvosolni a kézilabdaklub problémáját, a színháznak pedig majd később vissza lesz adva a pénz. A néhány perc tanácskozási szünetet követően még mindig a sport célú támogatások vitája volt napirenden, viszont Oroján Sándor szerint a választókerületi alapból való forrás átcsoportosításból tudnák támogatni a kézilabdát, nem a színháztól elvéve. Végül név szerint szavaztak a két sporták finanszírozásáról a képviselők egyhangulag igennel. Ezt követően még a Gárdonyi emlékévre szánt előirányzott 39 millió forintot is odaítélték a városvezetői. Csak ekkor érkeztek el a képviselők az eredetileg egyes vagyongazdálkodási rendelet módosítására,
írását tartalmazó ponthoz, ahol Oroyan Sándor olyan módosító javaslattal élt, hogy gazdasági viszmajor esetén ne kelljen pályáztatni a cégvezetőket. Farkas Attila alpolgármester szerint az alap előterjesztés arról szól, hogy ne fordulhasson elő még egyszer olyan, hogy a fideszes képviselők és társaik pályáztatás nélkül távolítanak el, és neveznek ki cégvezetőket. A közgyűlés végül leszavazta Oroyan Sándor módosítóját is, de az eredeti előterjesztés sem kapott többséget. Mirkóczki Zita szerint ismét szükség lesz rendkívüli közgyűlés összehívására, mivel lelettek véve napirendről a cégek beszámolóinak tárgyalásai, így nem tudnak pénzt adni a városi vállalatoknak. A polgármester ezzel kapcsolatban úgy reagált, az összefogott képviselők váltották le a cégek felügyelő bizottságait, az új tagokkal még nem sikerült ülésezni, és az EVAD igazgató tanácsa sem áll a helyzet magaslatán a frissen kinevezett tagokkal. A szünet előtti 14-es napirendi pontnál kisebb vita után 3 millió forintot szavaztak meg az EGRI ifjúsági zenei program támogatására. A 15-ös előterjesztésnél pedig arról döntöttek, hogy felajánlhatja a Harlekin Bábszínház az április 30-ai előadásának bevételét a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány részére.